Ukrajna helyzete áll a külügyi tanács idei első ülése napirendjének középpontjában. Ugyanakkor tegnap Bogdan Aurescu román külügyminiszter több hivatali kollégája is biztosította arról, hogy támogatják Románia mielőbbi schengeni csatlakozását. Ukrajna helyzete a legfontosabb téma a külügyi tanács idei első ülésének napirendjén Brüsszelben. Az uniós tagállamok külügyminiszterei hétfőn politikai megállapodást írtak el az Ukrajnának nyújtandó katonai támogatás hetedik részletéről, amely 500 millió eurót biztosít Kijevnek és további 45 millió eurót az uniós katonai misszió által kiképzés alatt álló ukrán erőknek. Az ülés napirendjén szerepel az Oroszország elleni tizedik szankciócsomag is, melynek elfogadását Bogdan Aurescu külügyminiszter nyilatkozata szerint Románia határozottan támogatja. A tanács munkálatai nem terjednek ki a schengeni bővítés ügyére, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem is tárgyalnak arról. Bár a külügyi tanács napirendjén nem szerepel Románia schengeni csatlakozásának ügye, az alkalommal élve tárgyalni fogok kollégáimmal a csatlakozás célzó lépések folytatásáról, ugyanis nagyon fontos, hogy a téma valamennyi európai partner figyelmében maradjon. Antonio Tajani olasz, Hadja Labib belga, Annalena Baerbock német, illetve Wopke Bastian Ukstra holland külügyminiszter egyaránt biztosította a román diplomácia vezetőjét arról, országuk támogatja Románia mielőbbi csatlakozását, és megígérték, aktív szerepet vállalnak a bővítési folyamatban. A holland külügy vezetője megismételte, a december 8-ai szavazás nem Románia, hanem csak Bulgária ellen irányult. Ő is jelezte, aktívan részt fog venni a Románia csatlakozását célzó európai szintű megoldás kialakításában.